Nos hát, sziasztok srácok, én Narancs vagyok, és itt lennék egy újabb narancs csatangolás a CCTV-ben videóval, méghozzá a 104. résszel. Igazából ami lesz a videóban, beszélném mutatni nektek az éttermemet, amit ugye tudjátok már páran, de mondtam, hogy készítek róla majd egy videót. Meg most vásároltam egy 5-ös golfot igazából, és ezt is vele bemutatom. Amit tudni kell erről a golfról, hogy 6 darab Venom chip van benne, egyedi rendszám, meg egy sötétített lámpa van rajta, és igazából ennyi. A variánst, vagyis hát nem variáns, hanem a lökhárítókat, meg a küszöböt, meg a fendit, azt én raktam már rá, ugye az 1000 dollárba került darabja, kivéve a kerék, mert az ugye ingyenes volt, mert más kerék volt rajta, meg most rakattam rá egy rendszámot, mert Love V Golf volt a rendszáma, valószínű el lett írva, ugye Love a sima V-vel, utána volt egy V, és Golf, vagy W. Szóval valószínű ez úgy akart, hogy Love V V Golf, csak ugye utána rájött az illető, hogy az nem jön ki, azért csak 8 karaktert enged. Ugye az autó az belülről, bekötjük az övet, teljesen nincsen aktív dashboardja. Airride van benne, viszont ugye jól néz ki ez a dupla kipufogóval, nekem tetszik nagyon. Messzire nem kell menni igazából, mert körülbelül a házzal szemben van az étterem. Remélhetőleg amúgy minden jól megy. Kikapcsolom el, ha bár úgyis bemegy az étterem, mert felesleges. Még nincs is forgalmi engedélyem amúgy még az autóra, nem csináltattam, nem készítettem. Így van. Így. Leállunk ugye itt a bolt, vagy az éttermem, és ott van lent a boltom, ott lent. A bóvéres feliratnál. Eléggé jó, mert itt például aki jön motorral, vagy biciklivel, és nem itt szeretne megállni, hanem amott, oda be, akkor oda be tudja tenni, hogy ne bántalmazzák a gépjárművüket. Ide meg le lehet állni. Most ha nem lenne itt ez a nagy oszlop, akkor azt mondom, hogy ez még jobb lenne. Nagyobb lenne úgymond a terület. De eléggé jó kis férőhely van, ide tud állni pár gépjármű, meg az út szélére is. Ugye bejövünk a boltba, vagy az étterem, mindig azt mondom bolt, bocsánat, étterem. Ezt, hogy miért vettem, kérdeztétek már páran, hisz nem, abból, nem azért vettem, hogy most itt meggazdagodjak ebből, meg ilyenek, nem hoz sokat, mivel ugye gyógyszert nem lehet venni, meg ilyen alap dolgokat, csak is ételt, meg italt. És igazából ezt ilyen bérlésre vásároltam, hogy tegyük fel, hogy felhozok egy példát, hogy a PD most mondanám, hogy kibéreli, vagy a NAV például kibéreli egy napra, vagy nem is bérelni, hanem ki szeretné venni egy napra, vagy pár órára, például egy ilyen rendezvény szeretne a NAV-os kollégákkal, és tegyük fel, kellene neki két órára a étterem, és akkor mondom, hát jó, persze. És akkor feltölteném itallal, étellel, és akkor itt lehetne mulatni, mert amúgy itt voltak itt hifik, a föld alatt le volt rakva, adminisztrátorral lerakadtam, tuk, és onnan szólt a zene, ugye a négy sarkában volt úgymond az étteremnek. Na, ugye itt van a Keegan, az NPC, és ugye ti rákattintotok, akkor nem ezt hozza be nektek értelemszerűen, hanem ezt. Ugye ezt a vásárlási módot. Rengeteg ételt és italt lehet venni. Ilyen szeszes italt amúgy kivettem, de utána mondom, miért ne hagyjam bent, és ide leraktam az aljára. És itt vannak ugye a kávék, itt vannak ugye ilyen tésztás ételek, és akkor innen meg hamburgerek, meg amik így általában jóval sokkal többet szoktak fogyasztani belőle az emberek. És akkor visszajönjük ide a tulajdonosiba, és beszélni, ennyit hozott, körülbelül 6500 körül hozottam ugye eddig az étterem, mert már valamennyit egyszer kivettem. Na most ugye itt látható, hogy mennyi van a készletem. 174, 268, 278, 272, és itt szépen végig görgetem, és itt vannak, hogy miből mennyi van jelenleg, például a baklava elfogyott. És igazából, most mi a... Na.
Szóval, csak kaján jött. Szóval itt vannak egy hány darab, például már lassan az ásványvíz azért elfogy. Azt majd itt van, hogy rendelés. Rám egy rendelés, mondom, hogy legyen 10 darab. Összesen 10 dollár. Rámegyek, és ezt megvettem. Viszont ezt az éttermi pénzből vonja le, ugye? Lehet látni, 4151 dollár van. És most 4141 dollár lett. Most veszünk még egyet, mert hogy 100 legyen pontosan. Szóval én 1 dollárért, 5 dollárért, ezek a nagy kerár, én ezekért tudom megvenni az ételt. Most ha én veszek egy hamburgert, akkor értem szerint 4 dollárért fogom venni a hamburgert. Van ez az árrés, hogy ez azt jelenti, aki nem tudja, azért magyarázok el mindent a leges legelejéről, meg minden, hogy annyi közte, ugye értelemszerűen, hogy látjátok, 3 az árrés, 5, 8, na. És úgymond négyszerezni lehet az árát a termékeknek, az árucikkeknek. Most ugye 1 dollár a nagy kerár, én most beárazom, hogy legyen például 6 dollár. Látod, az ár maximum nagy kerár négyszerese lehet. Szóval így lett beállítva ez, hogy többen ne lehessen ellen a dolgot, hát, hogy tegyék fejjel, ezerét kirakom a ásványvizet, vagy valami. Hanem maximum csak a négyszerese. Most ha én 3, akkor értelemszerűen engedni fogja, és 3 dollár lesz az ásványvíz. Ezeket még igazából be kell árazgatnom, mert ezeket nem én áraztam be. Őszintén megmondom, talán a sürflumtit azt, de mindegy igazából. Szóval így ennyi igazából a bolt. Kivenni a pénzt, itt van a kifizetés, beírom azt, hogy 4000, és ott írja. Szóval végeredmény, hogy teljes mértékben nem, hogy 4130, végeredmény 0. Kifizetem, és én ezt a 4130 dollárt, ezt teljes mértékben megkapom készpénzbe. Most ha én befizetek, ugye mivel van nála 42000 dollár, befizetek 5000-et, végeredmény 5000. Én befizetek, akkor is ugyanúgy megmarad az 5000 dollár, szóval itt jelenleg nincs még adó, úgymond ezért ennyivel jobban megéri, úgymond, hogyha van boltod. Hogyha beraksz pénzt, akkor annyit raksz be, ha kiveszel pénzt, akkor annyit veszel ki, amennyit beírtál. Igazából majd még itt szeretnék úgymond elrendezgetni dolgokat, mert véleményem szerint jó most, hogyha vásárlási módban nézed, akkor ugye hosszabb a csík. De tulajdonosiban ugye nem. Szóval, hogyha így nézzük, akkor nagyon sok mindent tudsz venni egyből. Úgyhogy le se kell görgetni. Persze, hogyha 16-9-ben játszasz meg 1920-1980-ban. Nyomod. Jelenleg. És igazából ennyit szerettem volna bemutatni. Remélem tudtam segíteni. Mennyiben vásároltam a boltot? Hát, sokba. Mert kicsit át lettem vele baszva, de hát ez van. Most ilyen az élet, annyira nem zavar. Csak nem értettem. Szóval itt van az éttermem, igazából be is hirdettem, már be van jel... Ja, tényleg, hát az elsőt tettem mondani, az szép volt, bátya. Az megjött. Szóval, amit akartam mondani, hogy ez a boltot még a NAV-nál be kell jelenteni. És a bejelentés, meg az ügyintézés, meg a mindennel együtt, azzal, hogy mi be is fizessem egy hónapra a bérleti díjat, az 225.000 dollárba fájt nekem, hisz 180.000 az, hogy az én nevemre írassák a boltot, vagyis az éttermet, mindegy. Meg igazából az sem mindegy, hogy hogy mondjam, hogy milyen, szóval éttermed van, vendéglőd, vagy boltod, vagy szórakozóhelyed, mert mindegy más árban vannak. És akkor... bocsánat. Ott meg üldözés van. Ez mi? James Horrentől kaptam 2 400-et, köszi szépen. Pillanat és jövök. Na. Szóval és havonta még 15000 dollárt kell nekem fizetni. Azért, hogy fent legyen tartva az étterem, szóval majd nem sokára megint kell fizessek, mert 15000 dollárt elméletileg nem sokára. Úgy van, hogy sokan mondták, hogy miért nem fizettem be először sokat,
úgymond, mert van olyan lehetőség, hogy sokat is be lehet fizetni, tegyük fel, negyed év, fél év, évre. De mivel én első tulajdonos vagyok, ugye most fizettem be legelőször a jogdíjat, bérleti díjat. Na, szóval most majd következőre elméletileg többre is tudok befizetni. Most tegyük fel 15 000 havonta, akkor most befizetem 4 hónapra, vagy 3-ra, teljesen mindegy, befizetetem amennyire szeretném. Csak ez az első hónapban így van megoldva. Ja igen, meg a golfot kulcsa. Szóval igazából, ha van kérdésetek a bolt iránt, vagy bármi, írjátok meg kommentben nyugodtan, vagy bocsánat, étterem. A boltomat is majd beszeretném mutatni, csak ugye abban jelenleg még nincsen NPC. Szóval az le van rakva, ott van, bejelentve az nincs, mivel ugye nincsen NPC, ezért nem üzemel. Szóval igazából, ha bezárom, akkor nem árusítok úgymond semmit, akkor ez van, érted? Szóval én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mondom majd, ha lesz boltomban NPC, akkor mindenféleképpen azt is bemutatom, ha szeretnétek, és írjátok meg kommentben véleményeteket, meg mondom, hogyha valami kérdésetek van, bármi, úgymond a bolt, vagy az étteremmel, akkor azt is. Jó, további szép napot nektek, én Narancs voltam, sziasztok!